vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta, engem! A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon! 70 94 80 98 1. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Mester lovász lett ifjabb Bózsik József. Hogy ez mit is jelent, miért is fontos ez az egykori fogad kapitánynak és a magyar fogad sportnak, amely kisebb hullámvölgybe került, talán most megtudhatjuk. Miért is fontos ez, hogy mester lovász lettél? Üdvözöllek. Hát úgy gondolom, hogy ez egy újabb mérföldkő az ember a sírig tanul, illetve hát édesapám szoktam mondani, hogy a lovat megtanulni egy élet is kevés. Fölhívtak egy 3 hónappal ezelőtt az egyik lovász, lovas képzésekkel is foglalkozó iskolából, hogy indul ez a mester lovász képzés. Én sem tudtam róla előtte túl sokat, de azóta annál inkább belemélyültem ebbe a tudományágba, olybá, hogy ugye én is elvégeztem ezt a tanfolyamot. A Nemzeti Agrár Kamaránál van egy olyan törekvés, hogy a lovász tanulókat mesterekre bízzák. Egyébként nem csak a lovász szakmában van ez így, hanem az összes többi szakmában. Ugye a patkolókovácsoknál is. Patkolókovácsoknál is, méhészeknél, mezőgazdasági gépészeknél, stb. Régen azért... Jó, ez oké, én ezt én mind értem, de hát valaki ismeri a Bozsik nevet. Tudja, ki volt édesapád. Tudják sokan, hogy ki az ifja Bozsik József. Miért kellett neked mesterlovásznak lenni? Ezzel te hol tudsz segíteni a magyar fogadsportnak? Lehet, hogy tudsz, majd elmondod. Bürokrácia. Elsősorban ennyit tudok rá mondani. Ugye nekem 2 diplomám van többek között, én állattenyésztő mérnökként is végeztem. Azért 2 ilyen fiataló világbajnokságon indultam, több versenyt nyertem, de ez is kevés ahhoz, hogy én lovászokat oktassak és lovászokat fogadjak az én tanyámon, illetve sőt, még egyetemi szinten is igazából a fogadhajtásról, én 3 egyetemen tartottam a fogadhajtásról fakultatív előadást, de a Nemzeti Agrárkamara részéről csak az fogadhat tulajdonképpen lovász
képzésre tanoncokat, akinek megvan a mester levele. És ehhez a mester levélhez viszont el kell végezni egy mester lovász tanfolyamot, majd le is kell vizsgázni. Én elvégeztem az egyetem mellett a lovas sport edzői tanfolyamot is, illetve szinte minden lovas képzésbe valamilyen módon beleláttam, belekapcsolódtam. Nem gondoltam volna, hogy tud nekem még egy ilyen tanfolyam újat mutatni, de azt kell mondanom, hogy valóban mindenből tanul az ember. Nagyon-nagyon jó oktatóink voltak, illetve ami engem is meglepett, amitől elszokott a magyar lovas társadalom, hogy nagyon komoly vizsga volt. Kétnapos vizsga volt, elméletben, gyakorlatban, mindent szinte A-tól Z-ig kellett tudnia egy mesterlovásznak, ugyanúgy saját magának fölnyergelni egy lovat, fölnyergeltetni egy lovat, lovat ápolni, lovat helyesen ápoltatni diákokkal, fölvezetni a saját lovát, illetve fogatot hajtani is kellett. Fogathajtás volt neked a legnehezebb, gondolom. Igen. Szerencsém van egy olyan nagyszerű lovam, a Falkó névre hallgat, amivel idén Kunandra megnyerte Fábián Sebestyént, a görög válogatott háromcsillagos nemzetközi minősítést szerzett, és most oda tudtam adni Szikszai Lajos és Bene Balázs lovas kollégánknak, akik szintén rajta vizsgáztak, és Falkó 10-ből 10-szer teljesített tökéletesen, úgyhogy velem is tulajdonképpen elég jól abszolvált a díjhajtó és az akadályhajtó feladatokat. Ez milyen érdekes, a ló mennyit számít? Ugye? Igen. Megmondom őszintén, a két rajta vizsgázó mesterlovász előző nap hajtotta őt először, és azt tudni kell, hogy a kétharmada a vizsgázóknak megbukott, bocsánat, az egyharmada, a vizsgázóknak megbukott, és bizony a lovagláson buktak meg. Egy díjlovas feladatot kellett lovagolni, illetve egy díjhajtást és egy akadályhajtást hajtani, választható volt, és miután hát azért látták a többiek is, hogy a lovaglásban problémák voltak, az én lovam pedig igen jól idomított a fogathajtásba, inkább másnap már azért többen is fogattal akartak volna vizsgázni, de hát az idő kevés volt, de valóban hála jó Istennek, van egy olyan általunk kiképzett ló, ami tudja azt, hogy te vagy bármelyik műsornéző fölül rá, és egy kétnapos gyakorlás után a ló megcsinálja egyébként a vizsgázandó program, az a Fiatal Lovak Világbajnokságának kvalifikációs programja volt, úgyhogy nem egy könnyű programot, de a ló egy jó érzékű lovassal, fogathajtóval, egy jól képzett ló ezt meg tudja csinálni. Ezek szerint a fiatalokban van még olyan magyar fiatal, aki lovász szeretne lenni? Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak, igen? És remélem, hogy még többen lesznek. Hiány szakma, a lovász szakma. Én holnap azonnal külföldön is el tudnék, de Magyarországon is helyezni 31-ben lovászt. Most azt mondta, hogy külföldön, azt tudom, hogy aki volt, mindenki kiment, aki egy kicsit is értett a lovakhoz, mind külföldön dolgozik. Nagyon-nagyon sokan kimentek. Ennek nemes egyszerűséggel annyit tudok mondani, hogy itthon ma Magyarországon egy lovász körülbelül nettó 200 ezer forintot keres, és akkor az jónak mondható, de a mi környékünkön, meg egyébként az ország több környékén is egy nettó 200-at gondolkozás nélkül megkeres egy lovást, kint ez 1300-1500 euró. Persze. Na most épp ezért. Akkor mi most a külföldre fogjuk tanítani a lovászokat? Ezt én nem mondanám, azért én is hazajöttem, most már lassan 4 évvel ezelőtt. Én sem maradtam kint. Nem akarom a politikát belevinni, de ugye van, aki azt mondja, hogy azért mennek külföldre a lovasok és a lovászok is, hogy kalandvágyból. Hát én azt mondom, hogy inkább kalandvágyból vagyunk itthon mi lovasok, de aki úgy gondolom szereti a hazáját, szereti Magyarországot, az itthon is megfelelőképpen tud boldogulni, még ha nem is annyit keres, mint külföldön, de erre szintén a politikának vannak a bérunió és egyéb dolgok megoldásai, hogy tényleg a magyar ember is legalább olyan fizetést kapjon, mint mondjuk Ausztriában, Németországban, de jelenleg ez egy picit probléma ebbe az ágazatban. Akkor te bejártad a világot?
Hát mondhatni azt, hogy Európában kevés, vagy talán nincs olyan ország, ahol jó, mert ugye Sotonyi Péter mit mondott, ugye emlékszel rá, hogy most csak egy mondatát olvasom fel. A mesternek be kell járni a világot, tapasztalatot kell szereznie, majd hazajönni és átadni a tudását. Igen. Vannak dolgok, amivel dr. Sotonyi professzorral nem értek egyet, de ez a mondat, ezzel szó szerint egyetértek. Jó, tehát már voltál kint, minden, akkor most már tudod adni. Igen. Csak legyenek fiatalok, én akkor is egy kicsit tartok, hogy lesznek-e. Van, szóval túljelentkezés. Igen? Van. Túljelentkezés. Igen? De alagon panaszkodnak. Túljelentkezés van. A diákok színvonala nem igazán kielégítő. Ugye középiskola után lehet menni lovásznak, jelenleg mondjuk azt mondom, hogy 4 nagy képzés van az országban, nem akarok megsérteni senkit, vagy talán 5. Ugye Bábolna, Mezőhegyes, Kiskonhalas, Pécel, vannak ezek a képzések. Talán Kaposváron is van. Ugye mindenki keresi a helyét. Egy hatalmas probléma van az egész lovaszképzésben. Akkor kik lehetnek akkor most akkor a lovászok? Milyen feltételeknek kell megfelelni? Igazából a 8 általánost, ha valaki elvégzi, és elmegy középiskolába, ott jelenleg egy 3 éves képzés a lovászképzés, ahol van olyan iskolarendszer, ahol 1 hét gyakorlat, 1 hét elmélet, az azt jelenti, hogy az 1 hét gyakorlaton a lovászok kimennek a mesterhez tanulni. Én is azért mentem külföldre egyébként, mert itthon nagyon sok dolgot nem tudsz megtanulni. Úgy gondolom, hogy ha végignézzük a Nemzeti Lovardában ezt a díjugrató versenyt, ami most a felújított Nemzeti Lovardában volt, nem úgy lovagolnak a díjugratók, ahogy ha kimegyünk Aachenba, vagy kimegyünk Hollandiába, vagy kimegyünk Windsorba. A lovászok is nincsenek hozzászokva ahhoz a nemzetközi színvonalhoz, hogy milyen lovásznak lenni kint külföldön egy valódi, komoly, esetleg több ezer fős ménesbe. Rengeteg tapasztalatot szereztem én is Hollandiában, Franciaországban, Angliában, Németországban éltem és dolgoztam. Jobban meg tudtam tanulni a szakmát kint, mint itthon. Úgy gondolom, hogy ez a Sotonyi Péter is erre utalt, hogy bizony ki kell menni külföldre, és ki kell nyitnunk a szemünket, ha lovászok vagyunk, ha lótenyésztők, ha díjugratók, ha fogadhajtók, és tanulni nem szégyen. Értem. Jó, akkor te most mi vagy tulajdonképpen? Én mester lovász, ugye ünnepélyes keretek között átvettem a mesterlevelemet. Jelenleg januártól reményeim szerint például a szakma kiváló tanulója versenyre több kiváló fiatal középiskolás lovász jelöltet fogunk felkészíteni, és nagyon remélem. De akkor most már nem vagy fogadhajtó? Én ma is hajtottam. Ne, jó, csak azért kérdezem, hogy mi vagy, tehát most mit teszel az első helyre? Prioritás, akkor most hogy szól? Hát a gyermekemet. Jelenleg a gyermekemet. Jó, az oké, de az mindig ott van, az... És az egész lovas ágazatot. Jó, de azt nem lehet, hát mégis megkérdezik, mit mondasz? Fogadhajtó vagyok, úgy gondolom, hogy az is maradok, de egy olyan ember szeretnék lenni, akit majd az utókor úgy ítél meg, hogy rengeteg mindent tett, tiszta szívvel, józan ésszel ezzel az egész lovas ágazat fejlődésére. És most tudsz tenni egyébként? Folyamatosan. Rengeteg telefonhívást kapok, rengeteg ötletet kapok. Tehát az, hogy nem te kapok. Vagy már az egyes fogadhajtó kapitánya, stb. Ettől függetlenül továbbra, és akkor úgy érzed, hogy tudsz tenni? Tehát nem csak a saját tímeddel, csapatoddal foglalkozó. Egy olyan közegben élünk, egy olyan fogadhajtó szakbizottsággal, aki úgy gondolom, hogy ha szövetségkapitány lennék, akkor nem engedne annyit tenni, mint amit most teszek. Úgyhogy jobb ez így, hogy így alakult. Én úgy gondolom, hogy ezekkel az emberekkel egyébként se tudnék együtt dolgozni. Kimutatták a foguk fehérjét. Én úgy gondolom, hogy az egész lovas szövetségben és a fogadhajtó szakbizottságban nagyon záros időn belül új személyek fognak belekerülni. Ezt így nem lehet csinálni. Mi, nagyon-nagyon sokan,
nagyon komoly emberek, a háttérből, mindentől mentesen, de próbálunk tenni az egész lovaságazatért, és bizony nyitott szemmel kell járni. Ugye, ha nincs jó lovászom, akkor hiába vagyok én fogadhajtó, szétszakadok, hogyha azt a 16 lovat, ami naponta rám van bízva, nekem kellene egyedül itatnom, etetnem, trágyáznom, befogni, szerszámot pucolni. Ezt nem lehet csinálni. Mi a feleségemmel ketten dolgozunk és élünk együtt most már lassan 5 éve, de ugye neki is most a prioritása most gyermek. Már hárman, nem ketten, bocsáss meg. Így van, úgyhogy most már mások a prioritások, de én ezt ugyanúgy szeretném továbbvinni, és várjuk egyébként a lovász tanoncok jelentkezését. Idén mit tervezel, mint fogadhajtó? Van-e valami célod, terved, vagy meglátod majd úgy, éppen alkalmazkodsz majd a adott pillanathoz? A nagyon-nagyon rövid távú tervem az az, hogy jövő hétvégén Kaposváron lesz egy fedeles szezonnyitó verseny, ahol az idei év talán, igen, az idei év első fedeles fogadhajtó versenye, ott egy vagy két egyes fogadtal elindulok, itthon van most... Na, mint versenyző ott lesz-e? Mint versenyző, igen, már hiányzik, úgyhogy szilveszterkor... Na, most már az a furcsa lassan, most már, hogy versenyző vagy. Igen. Itthon van a Kun Andrea, akit én a legtehetségesebb egyes fogadhajtónak, az egyik legtehetségesebb egyes fogadhajtónak tartok. Ugye ő Németországban él kint, és Németországban dolgozik egy nagyon-nagyon komoly istállóban, de most itthon tölti Gödöllőn a vizsgaidőszakát, és mondta, hogy neki is nagyon hiányzik a versenyzés, úgyhogy induljunk el. Úgyhogy ma befogtam, két lovamat gyakoroltunk maratonhajtásba, és ha jól láttam, akkor ifjabb Simon József, és ott lesz két egyes fogadta, a Kun Andrea, én, négyen-öten vagyunk egyes fogadba nevezők, remélem, hogy nagyon sokan fognak egyébként még nevezni, és elmegyünk Kaposvár. Mindig is a szívem csücske volt, úgyhogy jó ott versenyezni, jó ott tanítani is egyébként. És egyébként idénre mit tervezel? Rendes szabadtéri fogadhajtó versenyekre gondolok itt. Hetényegyháza szokott lenni ugye az idénnyitó verseny, azt tavaly sikerült megnyernem. Idén, mint címvédő kötelességem úgy gondolom Hetényegyházán elindulni, illetve utána a Fábián Sebestyén. Idén világbajnokság lesz az egyes fogatoknak. Na ez az, erre lettem volna kíváncsi, hogy most mersz-e arról ábrándozni, hogy ott vagy, kijutsz? Sajnos nagyon-nagyon képlékeny, hogy mi lesz az egyes fogathajtással. Két évvel ezelőtt sokkal erősebb volt a mezőny, mint most. Sajnos szétesett az a, esetleg még világbajnoki éremre is esélyes csapat, amit Farkas József, Kecskeméti László, Nyúl Katalin, Kun Andrea, Gáspár Szilvia alkotott. Ez a csapat, ez már akkor ugye megingott. Sajnos az egyes fogadhajtóknak úgy gondolom, hogy nem megfelelő a kapitánya, nem megfelelő edzőtáborral készültek tavaly se, gazdátlan az egész történet. Ezért kérdezem, hogy te mersz egyáltalán ott akarsz lenni a világbajnokságon? Ki akarsz jutni? Van arra alkalmas lovam. Az oké, okay, de hogy te belülről érzel erre késztetést? Én igen. Én ezt egy korábbi nyilatkozatomban el is mondtam, hogy mindentől függetlenül te VB-n. Ha talán nem is fogok tudni annyi világbajnokságon elindulni, mint édesapám, aki 10 világbajnokságon indult, 6 darab 4-es fogat világbajnoki, ugye ezüst és bronzérben van a vitrínjébe, az más világ volt, ugye akkor támogatták a ménesek, a magyar állami ménesek a versenyzőket, most ez nem nagyon jellemző. Ezek a lehetőségeim, anyagi lehetőségeim jelenleg nincsenek nekem meg, fenn kell tartanom magam és a családom és a lovaimat, de úgy gondolom, hogy egyes fogattal igen, szeretnék ott lenni idén a világbajnokságon. Ez függ azért a lovaim tulajdonosaitól, a szponzoraimtól, és attól is, hogy mennyi időm lesz felkészíteni. Ez mikor is, hol lesz a VB? Most megfogtál, a pontos időpontot most nem tudom az a világbajnokságra, de biztos, hogy szeptemberben lesz Hollandiában. Itt is lesz válogató? Tehát ahhoz, hogy kiütsd a sár, itthon is
úgy kell szerepelned? Ez a szövetségi kapitánytól fog függni. Egyelőre. De nincs egy... Semmi hírt nem hallottunk, se róla, se a válogatási elvekről. Tehát nem látni sehol ennek a nyomát, hogy mi a válogatási elv. Nincsen, sajnos. Szomorú, de nincsen. Mikor kezdődne egyébként a szabadban? Áprilisban. Április, ugye Hetényegyháza, akkor hadi úgy gondolom, hogy most április utolsó hétvégéje lesz Fábián Sebestyén, ott ugye tavaly én nem indultam, de az én három lovammal indult Kun Andrea és két görög hajtó. Ha jól emlékszem, és igen, és az első három helyezést azt az én lovaimmal érték el. Nem is lett volna egyébként egyes fogat, hogyha én nem készítek oda három lovat Fábián Sebestyénbe. Úgy gondolom, hogy Nyúl Katalin, aki ugye magyar bajnokként képviselheti idén is a színeket, de én azt gondoltam, hogy illetve azt váltig állítom, hogy ha én maradtam volna a szövetségi kapitány, akkor itt lenne 10-15 fogat, egyes fogat. Egyébként most jelen pillanatban most kivel harcolsz? Vagy most úgy senkivel jelen pillanatban, most úgy viszonylag úgy rendeződtek a vonalok? Igazából ez nem elsősorban az én harcom, ez az egész lovas ágazat harca. A lovas ágazat... Igen, csak olybá tűnik, hogy ez a lovas ágazat egyes része téged tolt előre. Igen, én úgy gondolom, hogy minimum azok, akik mögöttem álltak, azok most is mögöttem álltak, illetve sokkal többen még. Szóval akkora csalódás az, ami zajlik Magyarországon, az összes állami ménesben, a fogadhajtás szabályaitól kezdve, a versenyrendezésig, a nézőszám rettentő mélyponton van ez az ágazat. Innentől igazából csak felfele lehet menni. Egyelőre most kivárásra vártok? Vagy most... Nézd, a háttérben megvannak mindenkinek a maga idézőjelbe a harca. Én úgy gondolom, hogy olyan emberek ellen idézőjelbe harcolunk, akik nem tesznek semmi, akik vezető pozícióban vannak, de a saját családokon kívül, vagy a saját érdekeinken kívül mást nem tesznek ehhez az ágazathoz. Én és még rajtam kívül nagyon sokan viszont olyan emberek vagyunk, akik szeretünk a közért jó tenni, azért, hogy ugyanúgy a hobbi lovasok, ugyanúgy a huszárok, ugyanúgy a fogadhajtók, a díjugratók, a díjlovasok lássák azt, hogy merre van a helyes irány, muszáj nekik irányt mutatni, rengeteg nagyon-nagyon problémás... De ez problémás... nagyon nehéz helyes irányt mutatni, mert ugye ahány lovas oktató, annyiféle oktatási módszer van. Igen. Csak egy példa a sok közül. Tehát, hogy mennyire nem egységes ez a történet. Igen, nagyon nem egységes. Hát ugye a fogadhajtás ott egy picit jobb volt egészen az utóbbi pár évig a helyzet, mert ott azért világviszonylatban is jók voltunk, de ugye idén először, hosszú évek óta először például a világ legjobb 10 hajtója közé 4-es fogadhajtóról beszélünk, nem került be senki, nem szerzett senki világkupa indulási jogosultságot. A 2-es fogadhajtóink, ugye Hölle Martin és Lázár Vilmos ugye még kihúzták az utolsó utáni pillanatban a fogadhajtás szekerét a sárból, és világbajnokok tudtak lenni, de hát ez is olyan probléma áradatot von maga után, amivel ugye Lázár Vilmos nyílt levéllel fordult Fugli Károlyhoz. Igen. Hát itt bizony a magyar a magyarnak a legnagyobb ellensége, mert ezt látja sajnos a külföldi társadalom. Röviden, mi volt a baj a Lázár Vilmosnak, amiért Fugli Károlynak levelet írt? Ez a levél, ez egy nem volt egy szerencsés levél. Viszont nagyon hosszú terjedelmű volt, és én ettől tartok, hogy a terjedelem elviszi a lényeget. Elvitte a lényeget, ez így is van.
Az Országos Lovas Fórum Facebook csoportban, amit ugye én üzemeltetek, majd fogok erről egy komolyabb írást közölni. Azokból a sajtó hírekből, illetve Facebook posztokból, amik ezek után következtek. Ezekből egyértelműen kitűnik, hogy Lázár Vilmos írta egy kicsit megsértődve egy levelet a Fugli Károlynak, ugye, aki az FEI Lovas Szövetség elnöksége. Amit ugye aztán az összes lovas újság le is az egy az egybe. Igen. Két probléma van ezzel, az, hogy két valótlan állítás szerepel ebbe a levélbe. Az egyik az, hogy más is hajtott olyan fülvédővel, mint az öccse Lázár Zoltán. Én átnéztem az összes fényképet, a helyi hivatalos fotósokat megkértem, igen, hogy küldjék át. Nem találtuk nyomát. Hasonló fülvédőkkel valóban hajtottak, amit én is kitettek, de csak Lázár Zoltán esetében láthatóak a fotókon, és bizonyítható erejűen, hogy az a fülvédő rögzítve volt. A másik, ugye Lázár Vilmos ebben a levélben utal azt, hogy más is így hajtott, és más, ez nem bizonyítható, nem volt. A másik probléma az az, hogy azt mondja Lázár Vilmos, hogy tulajdonképpen ezt a szabályt... Ugye ő a Lovas Szövetség elnöke. Ezt máshogy kellett volna értelmezni. Na most ez a szabály, ez arról szól, hogyha le van rögzítve a fülvédő, akkor ki kell zárni a lovast, a fogathajtót. Itt nincs mérlegélési lehetőség. Ugye Lázár most mondta, hogy miért nem pénzbüntetésre büntették, vagy miért nem bármi másra, ami nem a kizárás. De igazából itt van egy szabály, amin van egy mérlegelési elv, de Kerekperec kimondja, hogy ki kell zárni. Vagy kizárjuk, vagy nem azt a fogathajtót. Nincs pénzbírság, nincs sárga lap, nincs figyelmeztetés, nem ad erre a szabályzat lehetőséget. Ennyi erővel mondhatjuk azt, hogy egy sántaló is mehet, vagy sántalovat is büntessünk, vagy a hajtóját pénzbüntetésre. Nem. Kerekperec, a szabály, vagy betartjuk, vagy nem. Vannak olyan pontok a Lovas Szövetség, a Nemzetközi Lovas Szövetség szabályzatában, ami valóban mérlegelési okot ad a főbírónak, hogy zárja ki, sárga lap, vagy... Na most sajnos az időnk lejárt. Utolsó kérdés. Ez a levél árthat-e 2018-ban magyar fogadhajtósportnak? Úgy gondolom, hogy... Ilyen tekintetben nem. Tehát nem fognak akkor még szigorúban nézni bennünket, ellenőrizni bennünket? Ez eddig is valamilyen szinten megvolt. Itt sajnos a bíróknak kellene saját magukba nézni, ugyanis van olyan bírói gárda, aki velünk van, és szemet huny, viszont van olyan verseny, olyan bírói gárdával, aki tényleg a tűt keresi a szénak az alban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.